Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Letartóztatták a robbantással fenyegető férfit, egyelőre 30 napig maradt börtönben. Advent első vasárnapja, megkezdődött a karácsony előtti elcsendesedés időszaka. Mikulás Express, 20 tonna adomány indult Dunaföldvárról Erdélybe. Emlékmű, világháború szobrot újítottak fel Attalán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Letartóztatták azt a férfit, aki néhány napja a családja házának felrobbantásával fenyegetőzött Kaposszegcsőn. Az ügyészség szerint a férfi szabadlábon veszélyeztetné a felesége és a szomszédai életét, vagy akár megpróbálhatna elszökni is. A volt rendőr a házban gázvezetéket vágott el, majd tüzet gyújtott. Betört ablakok, füstös falu házoldal, törmelék az udvaron. A Kaposszegcsői családi ház lakhatatlanná vált. Itt élt az a volt rendőr családjával, aki néhány napja egy családi veszekedés után elvágta a ház egyik gázvezetékét, az ingatlanba pedig több helyen tüzet gyújtott. A helyiek szerint a családi fotóalbumokat is eltüzelte. Az egyik szomszéd villogó fényekre lett figyelmes, nem tudta, hogy mi történhetett. Akkor mondják, hogy fel akarta robbantani a házat, akkor még ez a udvar felüli ablak, ez füstölt. De hát itt dolgoztak a tűzoltók, és akkor közben ide jöttem, és akkor nézem, hát ott van az Pista. De kezébe így durunk, azt a két ablakot kinyomta. És utána meg dobott valamit ki. Egy másik szemtanú hazafele tartott, amikor azzal szembesült, hogy minden út le van zárva Kaposszegcsőn. A történtekről felvételeket is készített. Ezeken jól látszik, hogy a helyszínre kivonultak a terror elhárítási központ és a rendőrség munkatársai, de jelen voltak a tűzoltók és a mentők is. A szemtanú négy lövést hallott, majd a férfit hordágyon lekötözve tolták ki az ingatlanból. A robbantó férfi a rendőri intézkedés során ellenállást tanúsított, és a családi házból többszöri felszólítás ellenére sem jött ki, elbarikádozta magát. Én ezt az utcát megtaláltam, ide beálltam autóval, itt néztem az eseményeket, láttam, itt állt a mesterlövész, és ugye nem akart kijönni az úriember a házból, és elkábították, négy nyugtató löveréket adtak rá. A szemtanú azt mondja, a férfi, egy kocsolai ex-rendőr, soha nem gondolta róla, hogy ezt teszi majd. A falu közösségét mélyen megrendítették a durva események. A család 8 éve költözött Kaposszegcsőre, az egyik szomszéd szerint normális életet kezdtek. A szexádi járásbíróság el is rendelte a férfi letartóztatását, akit időközben a budapesti igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe szállítottak megfigyelésre. Az ügyészség álláspontja szerint a letartóztatásnak az általános törvényi feltételei mellett annak különös feltételei is fennállnak, így a gyanúsított esetében tartani lehet a szökésétől, elrejtőzésétől, ezen kívül a főként a családtagjai, az élettársa, valamint a szomszédban lakók esetleges megfélemlítésétől, befolyásolásától, valamint a bűnismétlés veszélye is fennáll. Úgy tudjuk, a település polgármestere felajánlotta segítségét a férfi feleségének és két gyerekének. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat szakemberei pedig biztonságos helyre költöztették az édesanyát gyerekeivel. Vasárnap megkezdődött a 4 héten áttartó adventi időszak. Sok településen külön programokkal készültek erre az alkalomra, és volt, ahol már szombaton meggyújtották a város koszorújának első gyertyáját, azért, hogy az ünnepi időszak kezdetét mindenki a családjával tölthesse. Advent végéig, vagyis karácsonyig rengeteg programmal készülnek a települések. Pakson második éve a Városháza előtti téren zajlik az adventi készülődés. A karácsonyi vásártér vasárnap nyitotta meg kapuit. A koncertek mellett más programok is várják a vendégeket karácsonyig. Forralt borozhatnak, és természetesen sült gesztenyét is ehetnek a vendégek. Az ideiglenesen felállított jégpályán pedig jégkorcsolyázhatnak is. Minden hétvégére programokkal készül a város egészen karácsonyig. Számunkra, a város számára nagyon fontos a család, így azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a programokat úgy állítsuk össze, hogy minden generáció a dédunokától, a dédszülővel bezárólag megtalálja a neki tetszőt.
Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól egészen a karácsonyig tartó időszak. A keresztények a hagyomány szerint ebben a 4 hétben jó cselekedetekkel és bűnbánattal, valamint elcsendesedve készülnek Jézus születésének ünnepére. De hagyjuk meg most ezt a pillanatot. Bonyhádon a település polgármester és a Szeged Csanádi Egyházmegye püspöke együtt gyújtották meg a város adventi koszorújának első gyertyáját. Sokan gyűltek össze a kaszinó kertben, hogy advent első vasárnap előtt egy nappal, szombat este együtt készüljenek az ünnepre. Filóné Ferenc Iboly, a város polgármestere arról beszélt, öröm számára, hogy az adventi programsorozatot a nemrégen átadott, teljesen felújított kaszinó kertben tudják megtartani. De minden szombat este várunk mindenkit sok szeretettel, és majd a jövőben is. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok! Kis Rigó László azt mondta, hogy a Biblia tanítása szerint keresztelő Szent János arra kérte a híveket, az adventi időszakban tegyenek mindent ugyanúgy, mint az év többi szakában, csak figyeljenek egymásra sokkal jobban. A püspök szerint ezek a gondolatok 2019-ben is helytállóak. A szülők legyenek egy kicsit még jobb szülők, házastársak még jobb házastársak, a szomszédok még jobb szomszédok, mindenki, amit csinál, ami, azt még jobban tegye, magyarul emberségben próbáljunk egy kicsit többet tenni. Dombováron a régi korok karácsonyait idéző kiállítást mutattak be vasárnap. Régi karácsonyi szalvéták és képeslapok, elektromos játékvasút és ajándékba kapott babák is felkerültek a kiállított darabok listájára. A tárlaton bemutatott darabokat helyi egyesületek és magánszemélyek adták kölcsön. A település alpolgármestere azt mondta, még őt is meglepte, hogy látott olyan játékot, amilyet ő kapott gyerekkorában karácsonyra. Nagyon fontos felelősségünk az, hogy a jövendő nemzedékeknek elmondjuk, hogy mi volt régen. És nyilván, hogy öregszik az ember, ezt egyre inkább átérzi. Most, hogy átnéztem ennek a kiállításnak az anyagát, nekem is ilyen noszaikus érzésem támadt. Például a kisvasút láttán, hogy nekem gyerekkorom ez óriási dolog volt. És már az én gyerekeimnek, sőt unokáimnak is egészen más a karácsony és más jelent. De én azt hiszem, hogy akkor kerek a dolog, hogyha azért tudják, hogy mi volt régebben. Karácsonyig rengeteg programmal készülnek a települések országszerte, hétvégente pedig szinte mindenhol adventi udvarok várják a vendégeket. Teltház volt a Tolnai templomban advent előestéjén, több a városban működő civil szervezet összefogásával szerveztek jótékonysági koncertet, amelyen az Ad Libitum kamarakórus adott műsort, melynek ezúttal sztár vendége is volt, a tolnai kötődésű Lajtai Kati személyében. A támogatásokból a Tetszebbé a karácsonyt program keretében hátrányos helyzetű gyerekeket támogatnak a szervezők. 20 tonna adomány indult Dunaföldvárról a Bőte Csaba nevével fémjelzett Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiba. A Mikulás Express nevű kezdeményezés már 16. éve segít így erdélyi rászorulóknak. Közel 24 órán keresztül csomagolták az adományokat Dunaföldváron. 19 kis teherautót és kis buszt kellett megpakolniuk az önkénteseknek, főleg tartós élelmiszerrel, hogy azokat eljuttassák Erdélybe a Szent Ferenc Alapítványhoz, hogy onnan aztán 74 helyre osszák szét a több mint 20 tonna adományt rászoruló gyerekeknek. A Mikulás Express nevű jótékonysági akciót 16 éve szervezték meg először Dunaföldváron, azóta pedig már az egész országból érkeznek adományok. Kapunk adományt is, és a kijövő emberek is szerepelnek. Itt nem tud mindenki egy hétig munkai, családi, pénzügyi problémák miatt mindig eljönni, de van, aki csak például ma délután megpakoljuk az autóját, korondig kiviszi, lerakja, és majd mi kedden vagy hétfő este fogunk odaérni, akkor ott a szálláshelyünkön bepakoljuk az autóba, és megyünk tovább. Vannak ilyen egy-két napos segítőink is, ami nagyon fontos, mert nem tudnánk elvinni a dolgokat. Idén rekordmennyiségű adomány gyűlt össze, ajándékok ezért a tervek szerint nem csak a Bőte Csaba által vezetett gyermekotthonokba jutnak majd, hanem a rászoruló családokhoz is. Az adományok szétszortírozásában és szállításában összesen 30 önkéntes vett részt. A bátaszéki svábok azt szeretnék, ha a gyermekeik és unokáik is ismernék a disznóvágás szokását, és nem úgy nőnének fel, hogy műanyag zacskó borítja a húst, mondta Séfer István, a bátaszéki német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A népcsoport minden esztendőben megrendezi a tort, aminek kettős célja van. Egyrészt a közösség egyben tartása, másrészt a hagyományok továbbéltetése.
Felújították attalán az első világháborús emlékművet. A szobor talapzatán olvasható annak az 52 attalai katonának a neve, akik az első nagy háborúban haltak meg. A felújítás a magyar kormány közel 2,5 millió forintos támogatásával valósult meg. Mi atyánk, aki a mennek. A helyi katolikus plébános avatta fel azt az attalai háborús emlékművet, amit még 1925-ben építettek az első világháborúban elesett katonák tiszteletére. A Szent Háromság szobor talapzatán elhelyezett márványtáblákon olvasható a háborúban elesett 52 katona neve. Az első világháborúban 52 áldozat, második pedig 20 ember nem tért haza, illetve hát nagyon sok rokkant, hadirokkant térhetett a szülőfalujába, és hát el lehet gondolkodni azon, hogy az első világháborúban 52 fiatal ember nem érkezett meg, ugye nagy hiány volt a családnak, hiány volt a falunak, meg nem született gyermekek hiányoznak, tehát azt lehetne mondani, én utána számoltam körülbelül, ha mindenkit marad volna természetesen az utódok közül, akkor 350-400 emberrel többen laknának most talán, mint most. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol emlékezni tudnak a háborúban elesett hősök, ma még élő hozzátartozói, mondta Attala polgármestere Orosváriné Bosztünde. Nem szeretnénk, hogy feledésbe vesszenek ezek a nevek, és azok a gondolatok, eszmék, amiket ők képviseltek. Az emlékmű az pályázati úton valósult meg, közel 2,5 millió forintból, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát azt gondolom, hogyha valaki megnézi az emlékművet, azért látszik rajta ez az összeg is. Fejlődnek Tolna megye kis települései, és erősödik a nemzeti identitásuk, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Az áldozat mindig áldást hoz, tehát áldás áldozat nélkül soha nincsen, egyik kultúrában, egyik vallásban sem, és ilyen értelemben gondolok én a mai napon az elesett hősökre. Nagy áldás az, hogy egyáltalán vannak településeink, erősödő településeink, ilyen szép emlékműveket tudtak állítani. Az attalai első világháborús emlékmű felújítása a magyar kormány közel 2,5 millió forintos támogatásából valósult meg. 8 kiváló eredményt nyújtó sportoló vehetett át elismerést Bátaszéken a második alkalommal megrendezett sportgálán. Az ünnepségen elhangzott mind infrastruktúrális fejlesztések területén, mind pedig eredményességét tekintve kiemelkedő évet zárt a bátaszékese. Sportcsarnok felújítás és műfüves labdarúgópálya átadó. Ez a két legfontosabb fejlesztés, mely jelentősen hozzájárult a város sport életének javulásához. Mindez meglátszik az eredményekben is, megyei, országos és nemzetközi szinten, hangzott el az átadón. Talán a város létszámához, vagy népességéhez mérten egész jól állunk, hiszen egy 300 fő feletti sportolói bázisról beszélünk. A bátaszékese a város egyik legnagyobb civil közössége, melynek tagjai korosztálytól függetlenül szeretetnek és megbecsülésnek örvendenek, mondja Bozsolik Róbert polgármester. A cél a lehetőségekhez mérten fenntartani a jelenlegi állapotot, hiszen nem alkalmas az infrastruktúra a mainál nagyobb osztályú vagy nagyobb volumenű versenyek lebonyolítására. Ezt a lehetőséget próbáljuk fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön elsősorban a fiatalokat kell bevonni és megteremteni számukra a lehetőségeket, hogy ők szeressenek sportolni, és ha komolyabb eredményekre képesek, arra megvannak már a megfelelő szintű klubok. Az idei évben 8 sportoló vehetett át elismerést kimagasló éves teljesítménye elismeréseként. Regionális híreink következnek. Több mint 700 millióból épült új vásárcsarnok és piac, hiánypótló beruházás Komló. Együttműködés az iskola szövetkezet és az iparkamara között, a szakmai ismeretszerzést segítik a diák munka során. Ünnepel a Pécsi Szívklinika, 20 éve indult a minőségi ugrást jelentő munka. Összesen 734 millió forintból épült új piac és vásárcsarnok Komlón. A beruházás során egy 1500 négyzetméteres épületet, több mint 10.000 négyzetméteres burkolt felületet és 100-nál is több árusítóhelyet alakítottak ki. Az egykori kenyérgyár helyére épült piac november 30-ától hosszabbított nyitvatartással várja régi és új eladóit, vásárlóit.
az egykori komlói kenyérgyár területére ma már szinte rá sem lehet ismerni. Az elmúlt években ugyanis egy teljesen új ingatlan épült a Berek utcában. A Baranyai városban mostantól egy modern, korszerű vásárcsarnok és piac várja mind az árusítókat, mind a vásárlókat. Most nyugodtan engedjük őket ide, mert van egy 1500 négyzetméteres megújult épületünk, több mint 10.000 négyzetméter új parkoló burkolt felületünk. Ez a teljes beruházás különben 734 millióból valósult meg. Ebből 500 millió forintot topforrás, 137 milliót kiegészítő kormányzati támogatás, 97 millió forintot pedig a komlói önkormányzat önerőből biztosított. A beruházás során több mint 100 kültéri asztalt, 16 beltéri árusítóhelyet és 5 raktárhelyiséget alakítottak ki. Látványosan fejlődik Komló, mondta Hoppá Péter az épület ünnepélyes átadóján. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, ehhez elengedhetetlen volt a lakosság kitartása, a polgármester tenni akarása, de szükség volt egy jól működő pályázati struktúrára is. Amelyikben az ilyen és ehhez hasonló ügyeknek helye, szerepe van, és olyan kormányzati döntésre, hogy az Európai Uniós pénzeket, azokat nem holmi vacak felújításokra költik, nem ilyen látványberuházásokra, nem szökőkutakra, hanem ilyen és ehhez hasonló égető szükségletű városfejlesztési kérdésekre. Őri László azt mondta, Komló az egyik legsikeresebb település Baranyában. A megyei közgyűlés elnöke emlékeztetett, az elmúlt években számos pályázatot nyert a város, melyben a kormány és a baranyai önkormányzat is partner volt. 15 program mintegy 4,7 milliárd forintból tudott megkezdődni, vagy részben már el is készülni itt Komlón. Ennek része az ipari park fejlesztés, barnamezős beruházás, de része óvoda bölcsöde felújítás, ugyanúgy, mint a most átadott új piac is. Az eseményen elhangzott, a munkálatok a terv szerint haladtak, hiszen a kivitelezési határidő december 31-e. Az új piac és vásárcsarnok november 30-ától hosszabbított nyitvatartással nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. 56 millió forint értékű támogatásban részesültek a somogyi önkéntesek. A központi költségvetésből idén 38 egyesület, 5 önkormányzati tűzoltóság és 2 mentőszervezet jutott fejlesztési forráshoz. Ebből a többi között tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó eszközöket kaptak, amelyekkel hatékonyan és biztonságosan tudják a jövőben is a munkájukat végezni. Tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek képzésének támogatására is lehetett pályázni, de az önkéntes tűzoltó egyesületek szertárépítésre és szertárfelújításra, védő és technikai eszközökre is fordíthatják az elnyert támogatást. Weber Antal megyei katasztrófavédelmi igazgató kiemelte, a hatékony és biztonságos tevékenységellátáshoz szükséges eszközöket sikerült ezen a pályázaton elnyerni. A Somogy megyei önkéntes tűzoltó egyesületek, önkormányzati tűzoltó parancsnokságok és az önkéntes mentőszervezetek az elmúlt időszakban bizonyították létjogosultságukat, bizonyították azt, hogy szükség van rájuk, azt, hogy egy általános veszélyhelyzetben, tűzesetnél, műszaki mentésnél, de a természet produkálta csúcsok esetén is megállják a helyüket. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is összesen 700 millió forint állt rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására a központi költségvetésben. A somogyi önkéntesek 56 millió forint értékű támogatásban részesültek, 38 egyesület, 5 önkormányzati tűzoltóság és 2 mentőszervezet jutott fejlesztési forráshoz a megyében. Az elmúlt években kevés balesetet szenvedtek a tűzoltóink, most itt a hivatásosokra is gondolok, valamennyi kollégámra gondolok, de benne az önkéntesekre. Azt kívánom valamennyiüknek, hogy ezeket az eszközöket biztonságban és megelégedettséggel kezeljék, hisz a legfontosabb az, hogy a feladatot végrehajtsuk, de annál sokkal fontosabb, hogy egészségben térjünk haza. Valamint a bajba jutott személyek mentése is biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az új eszközök segítségével. Mint az átadó ünnepségen elhangzott, nagyon fontos az önkéntes tűzoltók, mentőszervezetek munkája, hiszen nem csak tűzeseteknél, baleseteknél, hanem extrém helyzetekben is beavatkoznak. Több alkalommal pedig országos összefogás alkalmával is bizonyítottak.
Együttműködést kötött a Baranyai Iparkamara és a Melódiák. Ennek kiemelt célja az általános és középiskolás tanulók pályaorientációjának támogatása, valamint a Baranya megyei vállalkozások és intézmények emberi erőforrás problémáinak megoldása. A kamara szeretné bemutatni azokat a modern technológiával dolgozó cégeket, amelyek vonzóak lehetnek a fiataloknak, így a diákmunkával egy időben szakmai ismereteket is szerezhetnek a tanulók. Együttműködési megállapodást kötött a Melódiák Dél iskola szövetkezet és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pénteken. Az együttműködés a fiatalok szakmai továbbképzésében jelenthet előnyöket. A szakmai továbbfejlődés az nyilván nem csak a cégeknek fontos, hogy megfelelő szakképzettségű diákot találjanak, hanem a diákoknak is kell, hogy kapjanak egyre szélesebb képet arról, hogy mit is jelent a szakmunka, vagy hol találhatnak maguknak lehetőséget arra, hogy gyakorlatot szerezzenek. Mi abban tudunk ebben a megállapodásban segíteni, hogy ez a néhány ezer partner, akivel mi rendelkezünk, adnak a munkakörülményeit, a munkalehetőségeit meg tudjuk mutatni, tudunk egy szélesebb spektrumot adni a diákoknak, hogy mégis hol tudnak elhelyezkedni majd. Pécsett és Baranya megyében vannak olyan cégek, amelyek robotizálják a termelésüket, vagy olyan technológiákat használnak, amik a legújabbak és vonzóak lehetnek a fiataloknak, mondja az iparkamara titkára. Ezeket is bemutathatják a megállapodás keretei között. A fiatalok elvándorlása nagyon magas, és nekünk minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a fiatalok elvándorlását csökkentsük, középtávon megállítsuk, illetve hogy az elvándorolt fiataloknak újra megmutassuk Pécs, a Pécset rejlő gazdasági lehetőségeket, és megindítsuk azt a visszavándorlási folyamatot, ami az elvándorlást és ezt a kvázi migrációs különbözetet azért valamilyen módon pótolni fogja. Azt gondolom, hogy a mai megállapodás a Melódiákkal ezt a célt fogja szolgálni. A gyakorlatban a diákmunka és a szakképzés kapcsolódik össze így. Vagyis miközben pénzt keresnek a fiatalok, szakmai ismereteik is bővülnek a foglalkoztató cégnél. Idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikája, mely regionális kardiológiai és szívsebészeti centrumként a nap 24 órájában több mint 220 dolgozóval folyamatosan látja el a dél-dunántúli régió szívbetegeit. A klinikán rendelkezésre álló kombinált hibrid szívkatéteres berendezés alkalmas a koszorú ereken végzett valamennyi, jelenleg elérhető beavatkozás elvégzésére, a koszorú éren belüli manipulációk ultrahangos nyomon követésére és a krónikusan elzárt koszorú erek megnyitására. Ezen túlmenően pedig lehetőség nyílik a komplex szívsebészeti műtétek, valamint a perifériás ereken elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok, nagyérműtétek és érprotézisek beültetésére. Emellett egyre nagyobb számban végzik a hibrid műtő lehetőségeit kihasználva a főverőéren keresztül behelyezett műbillentyű beültetéseket is. Magyarországon elsőként szerveztük meg az infarktus, a szívinfarktusnak a regionális ellátását. Jelenleg is 0-24 órában várjuk a betegeket, és hozzák őket mentővel vagy helikopterrel. Ennek a tevékenységnek a hatására jelentősen, mint egy felére csökkent ebben a régióban a szívinfarktusoknak a száma. Büszkék vagyunk még arra is, hogy rendkívül nagy számú beteget, mint egy évi 7500 beteget ápolunk, illetve a kardiológiai szakambulancia hatalmas forgalmat bonyolít, itt évi 45 ezer vizsgálat történik. A szívsebészeti tevékenységre jellemző, hogy kezdetben 1000 vagy 1000 fölötti nyitott szívműtét volt, jelenleg a szívsebészeti műtétek száma minimálisan csökkent. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Letartóztatták a robbantással fenyegető férfit, egyelőre 30 napig maradt börtönbe. Advent első vasárnapja, megkezdődött a karácsony előtti elcsendesedés időszaka. Mikulás Express, 20 tonna adomány indult Dunaföldvárról Erdélybe. Emlékmű, világháború szobrot újítottak fel Attalán. Szerdán reggel fagy és kötfoltok kialakulása várható, végig felhős lesz az ég, napközben is csak 0 fok körüli hőmérsékletre van kilátás. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!